A csapat a legeslegjobb formájában. Meg is valósított a csapat, a legjobb 8-ban végzett. U16-os leány válogatottunk szövetségi edzője, Círják Szilvia ül velem szemben. Először is köszöntelek, tartalmas, bő egy héten vagytok túl. Sőt, hogyha hozzáveszünk a alapozás időszakát, akkor ez egy sokkal hosszabb időszak volt. Először is azt szeretném kérdezni tőled, hogy a felkészülést milyennek értékeled, hogy láttad, illetve milyen előérzetekkel érkeztetek az Európa-bajnokságra? Én úgy érzem, hogy kiváló munkát végeztünk a felkészülési időszak alatt, és nagyon örülök annak, hogy kiválóan sikerült a formaidőzítésünk az Európa-bajnokságra, hiszen az Európa-bajnokságon a 8-döntő meccse talán az egyik legkritikusabb mérkőzés, és azon a csapat a legeslegjobb formájában tudott játszani, ami egy visszaigazolás számunkra, hogy valójában jó munkát tudtunk végezni, és ezúton szeretném megköszönni a szövetségnek is, hiszen minden kívánságunkat gyakorlatilag teljesítették, rendkívül értékes felkészülési mérkőzéseket tudtunk játszani, minőségi meccseket, úgyhogy igazából adottak voltak a feltételek minden tekintetben ahhoz, hogy mi abszolút jó munkát tudjuk végezni. Előzetes elvárásaidhoz mérten hogyan értékelnéd az Európa-bajnoki teljesítményét a csapatnak? Ugye született egy olyan döntés, hogy Oszapovics Kinga az U18-as válogatottunkat erősíti. Akkor egy újratervezés volt igazából, ott egy kicsit át kellett konvertálnunk, hogy mit is szeretnénk és milyen játékot szeretnénk játszani, hiszen jelentősen megváltozott a csapatnak a szerkezete, és egy kicsit módosítanunk kellett az elvárásokon is. A nagy álmunk az az volt, hogy 8 közé jussunk, és ez sikerült is nagyon biztosan és stabilan elérni, úgyhogy úgy érzem, hogy teljesítettük azt a célt, amit mi kitűztünk magunk elé. U16-os játékosokról beszélünk. Ennyi idős korban mi a legfontosabb egy játékos számára? Inkább az eredményesség, vagy inkább még az egyéni fejlődést tartjátok szem előtt? Mi mindenképpen teljesítményekben gondolkodunk, és soha nem eredményességben. Szerintem nem szabad ennyi idősen eredményességben gondolkodni. És a játékosokat abszolút úgy neveltük végig, hogy ők valamilyen szegmensben lépjenek elő, és tudjanak fejlődni, valaki fizikálisan, valaki a kosárlabdának a technikai vagy taktikai tudás szintjében, valaki a személyiségében, és én úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtek a játékosok a nyáron. Ha egy kicsit a jövőbe tekintünk, látsz olyan karaktert a csapaton belül, aki akár később a felnőtt női keret tagja is, tehát hogy akár kiemelkedő játékos lehet ott is? Ezt nagyon nehéz megjósolni mindig ennyi idősen. Én inkább azt mondom, hogy sok játékosnak van sok tehetségfaktora, de hogy aztán az útja az mennyi nehézséggel, mennyi akadállyal teli, hogy mennyire szorgalmas, mennyire bírja a munkát, a terhelést, elég céltudatos-e, ezek nagyon sokat számítanak. Vannak igen olyan játékosaim, akinek nagyon sok tehetségfaktora van. Szerintem irányító poszton a Chen Ashmona nagyon sok ilyen tehetségfaktorral rendelkezik, de Csaplár Nagy Lara is mutatott ilyen jeleket nemzetközi szinten fiatalként, de ugyanígy Rigó Dorina is nagyon sokat lépett előre, úgyhogy igen, bontogatják szárnyaikat a játékosai, de egyelőre nem merek messze menőket mondani. Köszönjük szépen az értékelésed, és még egyszer gratulálunk az Európa-bajnoki teljesítményhez. Nagyon szépen köszönjük.
Miskolc városa adott otthont az U16-os lányok Európa-bajnokságának, velem szemben pedig Székely Norbert, az MKOS lány utánpótlásért felelős szakmai koordinátora ül. Először is engedd meg, hogy a körülményekkel kapcsolatban kérdezelek, hogy egy hazai rendezésű Európa-bajnokságról beszélünk, milyennek láttad a szervezést? Én úgy gondolom, hogy egy kiváló minősítéssel bírhat. Nagyon szépek, nagyon szép helyen vannak a hotelek, jól érzik magukat a csapatok, megfelelőek a körülmények az étteremben. Tehát én azt gondolom, nem beszélve erről a gyönyörű csarnokról, amelyik ugye rendelkezésre áll, az első 8 csapat az végig itt játszik, a magyar csapat az végig itt játszott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tökéletes. Minden buszjárat a helyén van. Én nagyon nem tudok beszélni a szervezésről, vagy kevesebbet tudok, hiszen nem azzal foglalkozom elsősorban, de amit én látok kívülről az az, hogy ez rendben van. Cíliák Szilvi, a szövetségi edző nagyon büszke volt a lányaira. Hogy látod az eredmények tekintetében, mit lehetett elvárni tőlük? Előzetesen az volt az elképzelés, hogy jusson be ez a csapat a legjobb 8-ba. Ezt tűztük ki célként, és ezt meg is valósította a csapat. A legjobb 8-ban végzett, és ezzel mindenképpen azt gondolom, hogy teljesítette azt, amit szerettünk volna tőlük látni. Ebben a csapat, ez egy most belépő korosztály, gyakorlatilag nagyon keveset tudtunk róluk. Nyilván a magyarokról többet, de az ellenfelekről kevesebbet tudtunk. Viszont a magyar női utánpótlás tartott, hogy amikor elindul egy átcsoportos Európa-bajnokságon, akkor igenis próbálja meg kivívni a legjobb 8-at. Ez sikerült. Cíliák Szilvivel egy olyan karakteres edzőt kapott ez a csapat, amelyik nagyon komoly fegyelmet tart, aki nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, és ez a csapat ez nagyon szépen összeállt. Én nagyon örülök annak, hogy olyan kémiát mutatott, olyan jó együtt állását mutatta a csillagoknak ez a csapat, amelyikre szükség van mindenképpen egy válogatott csapatnál. Tehát nem csak játékosok egymás mellett állása, hanem tényleg csapatként tudtak együtt dolgozni, és ez mindenképpen pozitív volt ennél a társaságnál. Remélem azt, hogy kitart lesz, és a következő években is megláthatjuk ennek a csapatnak az erényeit. Nyilván most még nagyon sok haval kezdődő mondat van velük kapcsolatban, mert hogy ez az a játék, aminél bár csapatban játszák, de ebben a korban nagyon fontos az, hogy milyen egyéni képességek vannak. Ezeket az egyéni képességeket már lehet látni, de még nem tökéletesen. Hiszek abban, és bízom, elsősorban bízom abban, hogy a következő években ők NB1-es játékosok lesznek, és némelyikből felnőtt válogatott is válik. Nagyon szépen köszönjük! Én is köszönöm szépen!